Vastagon áll a sára az egyik lakóingatlan előtt, amit kis Ján elöntött a vízgunarasban. A rendkívül sok csapadék ezt a területet sem kímélte. Dombóvár polgármestere azt mondja, 2 éve kezdtek el foglalkozni a problémával, akkor az árkokat rendbe tették. A mostani eset viszont megmutatta, hogy további intézkedésekre van szükség. Az elmúlt egy hétben Dombóvár gunarast 3-szor öntött el a víz. Tegnap sajnos reggeli órákban és a délutáni órákban is. 2 éve ezelőtt, amikor először felütötte a fejét ez a probléma, hogy szembesültem vele, akkor azt gondoltam, hogy tudunk egy viszonylag jó megoldást találni, és nyilván mérnökökkel bejárva, viszonylag támogatásból, szerény összegből próbáltuk rendbe rakni a csapadékvíz elvezető rendszerünket. Sajnos mára ez az anomália már eszkalálódott, hiszen az út túloldalán lévő több mint 1000 hektáros szántó területnek az összes csapadékvize gunarasba érkezik meg. Ezért azt gondoltuk, hogy eljött annak az ideje, hogy 24 órán belül egy gyors bejárás mentén megye és a országos képviselőket képviselőről együtt tartunk egy nagyon gyors helyzetértékelést, nyilván bevonva a katasztrófavédelmet is, és mi abbra elkészítetjük azokat a terveket, amelynek mentén remélem, hogy még az ősz folyamán véglegesíteni tudjuk azt az állapotot, hogy ez soha többet ne fordulhasson elő, és minél távolabb tudjuk tartani a csapadékvizet gunarasi város résztől, hiszen ez nem megengedhető egy város életében, hogy hetente kétszer, elmúlt héten egyszer iszapot kelljen pakolni az ide üdülőni vágyó, vagy mindennapokat itt töltő embereknek. Remélem, hogy minden kormányzati támogatást ehhez meg fogunk kapni. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján május és június a 2 legrizikósabb hónap gunaras környékén a villámárvizek tekintetében. Remélem, hogy az idő engedi, hogy jövő hét folyamán ezeket az átereszeket ki tudjuk takarítani az árokból, a sarat el tudjuk hordani. Reméljük azt, hogy ekkora mértékben nem fog esni a csapadék. Nyilván az elmúlt évek tapasztalatapján mindig azt láttuk, hogy május vége, június közepéig fordultak elő ezek a nagyon nagy léptékű esőzések. Július-augusztusban szárazság szokott lenni, és én nagyon bizakodom, hogy össze ezt a problémát meg tudjuk végleg oldani. Megítélésem szerint ezt egy szerényebb összegből is el lehet végezni. Ez a szerényebb összeg ma azt gondolom 50-100 milliós nagyságrend. Nyilván Viszmajor támogatást be fogjuk adni, abból tudjuk rendezni a jelenlegi kárainkat, de azt gondolom, hogy ez senki számára ne legyen megnyugtató, nekünk arra kell törekednünk, és arra kell megoldást találnunk, hogy egy végleges állapotot az ősz végére elő tudjunk állítani Dunarasban. A helyiek szerint a nyaralóvezetben kiömlött víz nagy része a közeli szántókról érkezett. Meg vagyunk győződve róla, hogyha most falászos lett volna, az lassította volna az egészet. Hát sajnos most ebben az évben éppen kukorica van vetve, amely a vetési korához képest szépen növekedett, de pont arra alkalmatlan volt, hogy lassítsa ennek a víznek a folyását. És nyilván ami nagyon fontos, hogy itt a túloldalon több tulajdonos van, több bejegyzett földhasználó is van. Nyilván ez összegyűlt egy földhasználónak a földjére, ugyan most ő tűnik egyedül érintettnek ebbe az ügyben, de azt gondolom, hogy nem őt kell számunk kérni, azt gondolom, hogy a megoldást kell keresnünk. Nyilván a földművelőkkel is közösen gondolkodva kell ezt a végleges megoldást megtalálnunk. Az is elképzelhető, hogy őket is be kell vonni ebbe, és nyilván lehet, hogy anyagi áldozattal is fog járni, hiszen az ő földjeiken kell majd innen a csapadékvizet egy másik árokkal levezetnünk, de az eddig évek tapasztalni azt mutatják, és az eddigi pozitív, jónak minősített együttműködésünk, hogy ez ennek nem szabad gátat, hiszen a közösen kell megoldanunk a problémát, hiszen ők is helyi lakosok, és őket is érint ez a probléma, sőt többüknek akár nyaralója is van Gunarasban. A gunarasi eső utáni helyzetet személyesen tekintette meg Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Ő arról beszélt stábunknak, minél előbb egyeztetni kell a közeli termőföld tulajdonosokkal és a vízügy szakembereivel, annak érdekében, hogy hasonló a jövőben ne fordulhasson elő. Én szerintem a gazdáknak is el kell gondolkozni azon, hogy ekkora területeket szabad-e így egy növénykultúrával bevetni. Ráadásul most az is volt a gond, hogy például nem búza vagy árpa volt ott, vagy mondjuk lucerna, hanem kapás növény, tehát kukorica, és az még igazából nem tudja így június elején megfogni ezt a hatalmas mennyiségű vizet. Úgyhogy több minden oka volt ennek a dolognak. Ezeket mind ki kell elemezni, és együttesen kell rá keresni a választ. Jó 60 évvel ezelőtt, amit elkészítettek, átereszek, igazából szűknek bizonyulnak. Ekkora mennyiségű vizet nem tudnak a több 100 vagy lehet 1000 hektáros területről levezetni. Ott is egyébként el kellene gondolkozni azon, hogy jó-e az, hogy ekkora területeket együtt vagy beszántanak és művelnek, nem törik meg ezt a területet.
több kisebb területre annak érdekében, hogy a csapadékvizet is meg tudják fogni, és hát sajnos ez ide zúdult le erre a területre, itt 3-4 házat, üdülőházat közvetlenül is veszélyeztetett. A nagyja elment egyébként a víznek, most nyilván a sár és egyéb más itt maradt, ez gyorsan el lehet takarítani, viszont erre megnyugtató megoldást kell keresni. A cél, hogy a végleges megoldást minél gyorsabban megtalálják, annak érdekében, hogy jövőre hasonló eset már biztosan ne fenyegesse Gunarast.